Hatalmas fejlesztés előtt áll Dombóvár önkormányzata. A Tolna megyei településen még 2017-ben döntött úgy az előző testület, hogy iparterület fejlesztésre pályáznak. A 350 millió forintos elképzelés azonban tartaléklistára került. A mostani városvezetés 2020 tavaszától próbálta életre kelteni a projektet. Végül nem kellett újból beadni a pályázatot, viszont a forrást csökkentették, ezért a műszaki tartalmat át kellett gondolni. Karácsonykor érkezett az örömhír, miszerint 250 millió forintos támogatást kapott az önkormányzat iparterület fejlesztésére. Alapvetően a nagyobb része meglévő iparterület fejlesztésére fog elmenni, hiszen most nem a havon állnánk, látnánk, hogy ilyen szórt köves úton állunk, tehát gyakorlatilag aszfaltos utakat szeretnénk a csapadékvíz elvezetését megoldani, és nyilván amennyiben szeretnénk, hogy tényleg fejlődjön ez a terület, ez az elektromos hálózat is fejlesztésre szóló. Az ipari park címre még 2018-ban pályázott Dombóvár, 2019. júliusában pedig meg is kapta a címet. A Gunarasi utca mellett itt a Köztársaság utca mentén is megvalósulnak fejlesztés, ugyanis ez a terület is az ipari parkhoz tartozik. Ehhez azonban a helyi építési szabályzatot kell módosítani, ami lehetővé teszi, hogy a műszaki tartalmat és a megvalósulás helyszínét is átírhassák a pályázatban. Ami nagy öröm számomra még, hogy itt pont velem szemben egy 6 hektáros zöldmezős terület is van. Nyilván ide várjuk azokat az új vállalkozókedvű embereket, vállalkozásokat, akik a jövőjüket Dombaváron gondolják. Hiszem, hogy az elkövetkező két évben több száz munkáját tudunk teremteni Dombaváron, és mindenféleképpen ez nagy előrelépés lesz Dombavár és a térség életében is. A tüskei iparterület fejlesztése és az új iparterület kialakítása legkésőbb 2021 évelején indul. A tervek szerint egy éven belül be is fejezik a munkálatokat, így 2022-re már elkészül a teljes beruházás.